Ő itt Rebeka. Rebeka egy hónappal ezelőtt nézte ki magának ezt a párcipőt, ebben az üzletben. Nagyon vigyázott rá, kis túlzással még a járása is óvatos volt benne, és pontosan úgy ápolta, ahogyan azt az eladó és a leírásban foglaltak is javasolták neki. Ám hiába a nagy odafigyelés, egy hónap elteltével észreveszi, hogy a cipőtalpa elkezdett leválni. Rebeka elhatározza, visszamegy az üzletbe és reklamál kedvenc lábbelije kapcsán. Még a cipő nyugtáját is megőrizte, de az üzletben az eladótól mégis a következő választ kapja. Sajnálom, a cipőre nincs garancia, ezért nem tudom becserélni. Rebeka szomorúan bár, de elfogadja a tényt, nem tud mit tenni, így hazamegy leszegett fejjel. De vajon helyes volt-e ez az eljárás az eladó részéről? És vajon helyesen gondolta Rebeka, hogy nincs esélye? Nos, egyik sem. Úgyhogy korán sincs vége a mesének. Rebeka ugyanis jobban járt volna, ha előbb utána néz a vásárlók jogainak. Hogy melyek is ezek pontosan? Nézzük át a legfontosabbakat. Nem árt tudni, hogy bármilyen lábbeli vásárlása esetén nem kevesebb, mint 2 év szavatossági jog illeti meg a fogyasztót. Ezen 2 éven belül a fogyasztó reklamációval élhet, ha a termék a rendeltetésszerű használat és ápolás ellenére is meghibásodik. A reklamációt minden esetben a vásárlás helyén kell bejelenteni, a hibás termék és a fizetési bizonylat bemutatásával. Figyelem! A 2 éves szavatossági idő a bizonyítás tekintetében 2 felé oszlik. Az első 6 hónapra és a maradék 1,5 évre. Mi történik az első 1,5 évben? Rebeka visszaviszi a cipőt. Ekkor a törvény szerint fennáll az úgynevezett vélelem, amely feltételezi, hogy a cipő eleve hibás volt már a vásárlásnál is. Ám az eladónak joga van ahhoz, hogy ezzel ne értsen egyet. Ez esetben az ő feladata is bebizonyítani, hogy a termékkel semmi gond nem volt, és a meghibásodást csupán a helytelen használat okozta, például járáshiba vagy szándékos rongálás. Ha azonban a 1,5 év letelik, akkor már Rebekának kell bizonyítania, hogy a cipője eleve hibás volt. Erre alkalmas lehet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által készített szakvélemény. Nos, a bizonyítás során kiderült, hogy Rebekának volt igaza. Mit tehet ekkor? Sokan nem tudják, de ilyenkor első körben mindig a következő 2 lehetőség áll fenn. A termék cseréje vagy javítása. E 2 közül pedig a fogyasztónak áll jogában választani, tehát nem a kereskedő dönti el. Rebeka úgy dönt, hogy cserét kér. Igen ám, de újabb akadály merül fel. Az eladó nem tudja teljesíteni a cserét, nincs már az adott méretből, és ha megrendelik is, nagyon sok idő, amíg megérkezik. Ez az a pont, ahol Rebeka már követelheti a kifizetett vételárat, vagy követelhet árleszállítást a hibával arányosan. Lássuk, mi az, amit most már tud Rebeka. A vásárlás után 2 éven keresztül élhet reklamációval, amennyiben a cipőt rendeltetésszerűen használta és a nyugtáját is megőrizte. Mindemellett az első 6 hónapban a kereskedő feladata, hogy feltárja a termék hibájának eredetét. Majd pedig, ha a reklamáció jogos volt, első körben a vásárló dönthet a javítás vagy csere mellett. Ha a cserét nem tudja teljesíteni a kereskedő, a vásárló követelheti A. a cipő árát, vagy B. árleszállítást a hibával arányosan. Íme Rebeka, aki most már tudatos vásárlóként tér vissza az üzletbe, és nem hagy teret az esetleges tévedéseknek vagy félreértéseknek. Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.